semmiségek. Az emlékek özönét zúdítják néha az emberre. Rég elfelejtett dolgok csillannak fel váratlan, véletlen, és megelevenednek oly élesen, mintha csak tegnap, és nem évtizedekkel korábban történtek volna. Pista? Még nem ért ide. Ja. Mire készülsz? Ez nem hivatalos, nem egy interjú. Csak egy kedves baráti beszélgetés. Aztán majd jól megírja egy könyvbe. És miért olyan nagy baj az? Mindenki kíváncsi rád. A történeteidre, amit más nem élhetett át, csak te. Kíváncsiak arra, hogy hogyan is kezdődött ez az egész? A teja az asztalon. Köszönöm. Egyik első emlékem, hogy séta közben megláttam egy kanárit. Attól fogva minden nap el kellett vinni engem oda, hogy megnézhessem. Nyolcadik gyerek voltam a családban, a legkisebb, akire akkor legjobban felnéztem, Sándor bátyám volt. Már komoly gimnazista, minden titkok tudója, aki állatokat preparált. Amikor csak lehetett, beszöktem hozzá, és a fiókjába kutattam, bár tiltva volt. Számomra ez a legnagyobb gyönyörűséget jelentette. Gyerekként folyton a tilosba jártam. Mind untalan kiszöktem, hogy a csúzlimmal bebarangoljam szülővárosom Léva környékét. Amikor nem madarat kergettem, vagy bogarat gyűjtöttem, akkor halat fogtam a Perec csatorna partján. Mindezt iskola helyett természetesen. Akkor még olyan ostoba voltam, hogy nem ismertem fel, hogy ez a kis madár védelmet kért tőlem. Rá kellett jönnöm, hogy még rengeteg tanulnivalóm van. Tanórák helyett az erdő tanításait követtem. Rongyos csavargóra költöztem, hogy ne ismerjenek fel. Volt egy kapszlis pisztolyom,
elöltöltős, egycsövű. Kiukasztottam a kabátom zsebét, a bélésbe rejtettem, és úgy hordtam magammal a csavargásaimra. Nem is nézték jó szemmel az iskolában. Végül nem is fejeztem be a gimnáziumot, átiratkoztam a tanítóképzőbe. De azt is csak egy évvel később sikerült elvégeznem, mint az előírva lett volna. Néhány barátommal csendet háborítottunk, de csak engem kaptak el. Azt mondták, ha elárulom a barátaim nevét, de nem tettem. Felfüggesztettek, nem bántam. Az ország legjobb természetrajztanára tanított akkoriban preparálni. Krieg Jenő. Á, jó reggel, tanár úr. Jó reggel, Herman. Preparált vad, vadász emlék. Amikor a vadász ránéz, vissza kell idéznie benne a vadászat örömét. Élet kell a preparátumba, másként fabatkát sem ér. A részletek a legfontosabbak. Az állat mozdulata, és a szeme. A nála szerzett tudással vettem a bátorságot, és felmentem a fővárosba, Budapestre. Segédpreparátornak jelentkeztem a Nemzeti Múzeumba, Bugarin Horváth Géza úrnál. Hány éves maga, hol végzett, kitől tanult preparálni? Léván elvégeztem a tanítóképzőt. Most a tanárképző főiskolára járok, matematika, természetrajz szakra. Krieg tanár úr ajánlott be ide. Tőle tanultam preparálni. Hát jó. Kap 12 forintot. És ha nincs hol aludnia, akkor megkaphatja az ágyat a preparáló szobában. Maga volt a boldogság. Persze, éppen hogy éjjel halni lehetett akkoriban ennyi pénzből. Kálmán. Pista? Mit akarsz ezekkel a puskákkal? Arról volt szó, hogy csak beszélgetünk. Odakint gondoltam. Kérsz egy kis diópálinkát? Kérek, köszönöm. Majd lassan megyünk. Legalább tudsz nekem mesélni. Várj, segítek. Amikor azt a sok antilop meg bivajhúst ettem, nem gondoltam, hogy ez lesz a vége. Nem hajlik a gerinced, na bú. Az soha se hajlott. Csak hogy beadta végre a derekát. A testvérei már mind magyarosítottak. Maga meg még mindig Kittenberger. Német. Hogy lennék már? Egy szót se tudok németül. Ilyen névvel, hogy Kittenberger, tisztességes magyar ember nem él ebben az országban. Magyar ember, nem a neve miatt magyar.
pár fillér, meg ez a kérvény. Milyen szép neve lesz, katona. A maga neve meg Bugari Horvát Géza. Aztán a bugari magyar név. Maga mégsem magyarosítat. Még hogy nem tudtál németül, hiszen múzeumokkal leveleztél úgy. Ahelyett, hogy a nevemmel lovagolt, adhatott volna egy kicsit több pénzt, de majdnem éjjel haltam. Aztán a sors úgy hozta, hogy tanítói állást vállaltam. Úgy több volt a fizetés, mert könnyebb volt a megélhetés, de ez csak pár hónapig tartott. Feltételek alatt és mikor csatlakozna Német-Kelet-Afrikába indítandó expedíciómhoz? Damaszkin Arzén. Azonnal, bármi nő feltételek alatt. Mint a fuldoklónak mentőbe dobtak volna, úgy ért engem ez a távirat. Ráadásul teljesen váratlanul. Nem is sejtetted, hogy a fejed fölött döntenek róla? Hát, hogy sejtettem volna? Hát azt se tudtam, ki az a Damaszkin. Képzeld el, hogy összefogtak, értem. Ő, a múzeum, és még a kultuszminiszter is adott egy év fizetéses szabadságot, hogy részt vehessek az expozíción. Nem, preparátorra volt szükségük. Pár hét múlva már a Karintia gőzösön ültem. 1902. decemberében indultunk útnak, és a következő év elején érkeztünk Brit-Kelet-Afrika kikötővárosába, Mombaszába. Onnan az ugandai vasútvonalon Voiba mentünk. Ott lett vége a vasútnak, rá pár lépésnyire pedig a civilizációnak is. Kilométer gyaloglás várt ránk, amiből 140-et a lábamon tettem meg 12 nap alatt, mielőtt végképp ledöntött a láz. Afrikában egy európai utazó sosem egészséges. Valami ismeretlen halálos baj mindig eléri. Márpedig a malária gyógyítása legalább annyira meggyötri a beteget, mint maga a betegség. Kinint szedtél rá, igaz? Szedtem. És szédültem is rendesen, zúgott a fülem, lázálmaim voltak. Viszont a kinint állandóan szedni kellett. Azóta is sokszor utolért ez a frányakor, de soha olyan rosszul nem voltam, mint legelső alkalommal. És a többiek? Velük mi történt? Mire magamhoz tértem, Damaszkin már messze járt. Nem bízott benne, hogy túlélek. Egy ismeretlen földrészen voltam. Még a nyelvet is alig beszéltem. Életemben először féltem. Nagyon bántott, hogy nem tarthattam a szafarival, és nem kezdhettem meg az állatok gyűjtését a múzeumnak, pedig ők már nagyon várták. Ezért, amint lábra tudtam állni, nekiindultam és gyűjtöttem mindenféle bogarakat, amihez csak hozzájutottam. Még a meglőtt oroszlánul is első dolgom volt leszedni a királyi bolhákat. Közben nyelveket tanultam.
5 hónap múlva szuahéliül és maszájul is beszéltem már. Tudtad, hogy az általad felfedezett új fajokat a leltárkönyvekben és a lelőhely cédulákon katona néven regisztrálták? Már amelyiket feldolgozták egyáltalán. Mert amiket küldtem, annak legtöbbje a pincébe került. Góliátusz, Góliátusz. Gyűjtötte katona. És a múzeum támogatása megérkezett? A múzeum főleg csak leveleket küldözgetett, de pénzt azt elfelejtettek melléje tenni a politikába. Nem tudom, hogy gondolták, jó puska nélkül mit csinálok egy támadó kaffermivajjal szemben. Volt ennek jó oldala is, legalább nem támadtak meg a maszályok. Még a benszülöttek is értéktelennek tartották a felszerelésemet. Akkoriban minden patront, minden szemgyógyszert meg kellett gondolnom. Ha megszomjaztam, fél órán át szikladarabokkal bombáztam a vizet, hogy a krokodilok be ne rántsanak. Ettem, amit lőttem. A bőrök árából pedig régi expedíciók felszereléseire alkuttam az árveréseken. Az ócska múlt századi puskákat nagyon olcsón meg lehetett venni. Így jutottál ahhoz a híres Mauserhez is, nem? Ami kis híján a vesztemet okozta. 1904 nyarán történt. Meglőttem az oroszlán, össze is esett. Eltűnt a magas hűbe, de valahogy gyanús volt utána a csend. Mikor közelebb óvakodtam, hirtelen rám támadt, és a mauzerem csütörtöket mondta. Az oroszlán leütött és maga alá gyűlt. A teljes súlyával rám nehezedett, lehetett, hogy két mázsa. A puskámat toltam a fogai közé, aztán elkaptam és megrántottam az állat kilógó nyelvét. Meglepődött. Épp csak annyi időre ökölt hátra, hogy legyen időm újra tölteni a puskát, ami ezúttal végre el is sült és végzett vele. Én csekély árat fizettem az életemért cserébe, csak a jobb kezem középső ujját kellett leamputálnom. Mérgebe elküldtem a múzeumnak. Folytonosan bombáztak a szemrágyó leveleikkel, hogy kevés madarra gyűjtök. Mivel a madár preparáláshoz arzént használtunk, gondoltam, a levágott középső ujjam körme alatt az arzén mérgezés nyomaival kitűnő bizonyíték lesz arra nézve, hogy preparálom én a madarakat tisztességgel. Mi ez? Köszönöm, elmehet. A válaszlevélben azonban szigorúan megfettek, amire a beígért madár és lepke kollekció helyett nagy vadakra pazarolom a drága időmet. Pedig gyanítom, hogy egy ideig a gyógyulásra pazaroltad az idődet. Gyógyulás, Pistám! Hát haldokoltam. Az emberek újra bevittek a kórházba, az apróbb sebek, azokkal nem volt probléma, de a sebláz. Az majdnem elvitt. A német orvos azt mondta, hogy ilyen sebeket csak a feketék élnek túl. Fehér ember soha azt, amikor mégis fölkeltem, akkor azt mondta, hogy valószínű, hogy a magyarok vérének összetétele nagyon különleges, ez nagyon érdekes. Ezt mindenképpen beírom a könyvbe. Na álljunk meg azzal a könyvvel. Arra én még nem mondtam ki, az áment. Jó, azért csak mesélj tovább, Kálmán. Hát, nézd, körülbelül egy fél évbe telt még,
amíg elkezdtem újra dolgozni azon, amiért Afrikába mentem. Gyűjtötte tovább az állatokat? Igen. És gyakran mentem olyan helyekre, ahol fehér ember még nem járt. 10 év alatt valódi afrikáner lettem. Afrika akkor a világ legváltozatosabb vadászterülete volt. Szerencsésnek mondhatom magam, mert hozzávetőlegesen 300 fajt sikerült felfedeznem, majd 50-et rólam neveztek el, és több száz állatfaj, több 10 000 példányát gyűjtöttem be a múzeumnak. Persze ez egy többsége rovar, ízelt lábú volt. Mégis mindenkit a nagy vadak érdekelnek. Az elefánt, a kafferbivaj, az orszarvú, a leopárd, és különösen az oroszlán. Az oroszlán vadászat az semmi. Az elefánt, az a merészebb ellenfél. Pedig olyan békésnek tűnnek, amikor egy sáros pocsolyába fürdődik a csorda. De elég egy kósza szélfordulat, mire felkapják az ormányukat, és törve zúgva indulnak a vadász felé. Olyankor derül ki, milyen gonosz illatú lény az ember. És akkor nincs idő gondolkodni, akkor találni kell, de pontosan. És ha leterítettem, az rendben volt. De nagyon kell ismerni az állat anatómiáját. Amikor Greenhorn voltam, még csak az elefántra lőttem, nem pedig az elefánt halálosan sebezhető részére. És amikor az állat elment, sérültem, és tudtam, hogy kínlódik valahol, az keserves volt nekem is. Na és az orszarvú? Az orszarvúk megközelítése az elefánthoz képest kismiska. Már amennyiben nem ülnek a hátán a rínó madarak, akik egyből figyelmeztetik. De az igaz, hogy az orszarvút veszélyes őrültnek tartják a vadászok. Okkal, ok nélkül kezd rohanni, és neki megy mindennek, ami az útjába kerül. Ijesztő. Ijesztő, amikor egy ekkora állat robog feléd, de annyira vaksi, hogyha sikerül elugrani előle, szalad tovább bele a világba, amíg meg nem nyugszik. Aki viszont minden körülmények között támad, az a leopárd. És őt a legnehezebb megtalálni is. Mindenütt ott van, és közben sehol sincs. Se megszokott csapása, amit követni lehetne, se állandó tanyája. Egyetlen leopárdomat se szándékosan lőttem. A leopárd ölésre termett. Volt, hogy 3-4 embernek is súlyos sebeket okozott, aztán sértetlenül eltűnt, mintha szellem lett volna. Míg az oroszlán vadászik, a leopárd gyilkol. Mégis úgy hallottam, hogy a Nairobi temetőben egész parcellája van azoknak, akik bivaj vadászatok áldozatai lettek. Bivajra gyakran vadásztam, főleg olyan vidéken, ahol a törzsek harcosai bivajbőrből készítették óriási pajzsukat. Ezekért a bőrökért aztán szívesen fizettek, amivel megoldottam táborom kis állatkertjének élelmezési gondjait. Mesélsz kicsit erről az állatkertről? Vadászatok mellett állatkölykök befogásával is foglalkoztam, főként európai állatkertek számára. Így egy-egy táborom mellett valóságos saját állatbefogó tábor alakult ki. Rengeteg mindent adott nekem Afrika, de legelőször meg kellett tanulnom, hogyan vegyem el tőle. Aki viszont nem volt elég óvatos, nem vigyázott minden mozdulatára, annak Afrika könyörtelenül benyújtotta a száblát. És hogy találtad meg a vadat? Gondolom nem úgy, mint itt a Börzsönyben. Vidéke válogatja. Szavannán, ha megyünk, a legjobb tájékozódási pont a déli báb. Ha eltévedtem a fegyverhordozóm, csalhatatlanul megmondta a helyes utat, a távoli tavat
és madarakat megjelölve célként, holott nem volt ott a víz, ami mentén haladtunk, se a gólyák a partján. Csak a déli báb varázsolt tavat a kiszáradt földre, és halott állatok fehér csontjait változtatta gólyává. Viszont ha elefántot kergettem, a hullatékot figyeltem. Méretes gombócokat hagy maga után egy elefánt, és a hőmérsékletből könnyű kikövetkeztetni, milyen messze járhat. Kitty, Mavjandov. A kényeskedők ehhez a lábuk ujját használták. Mi valódi elefántvadászok. Azért szerencse, hogy ez itt nem szokás. Na, lőjem is, nem akarod. Hát megint eltrehánykodtad. De hát, nem csodálkozom, egész életedben trehány voltál. Afrikába is odaért az emberiség örök átka, a háború. Már eladtam trófeáimat, és épp arra készültem, hogy átmenjek Kongóba. Amikor felkeresett egy brit gyarmati tisztviselő, és közölte velem, hogy az én országom és az ő országa hadban áll egymással, nagyon sajnálja, de őrizetbe kell vennie. Mr. Kitty. May I finish, sir? Természetesen befejeztem a borotválkozást, ő közben kiszolgálta magát egy itallal, majd mindenemet lefoglalta, és elhurcoltatott Indiába. Fölvették a nacionálénkat. Itt az angolokkal, majd az ott dolgozó német sógorral keményen összetűztem, mert mindenáron osztráknak akartak beírni, mondván, hogy osztrák és magyar, az úgyis mindegy. Mire az volt a válaszom, és ezzel azonnal megnyertem az összes osztrákok tartós gyűlöletét, hogy inkább vagyok maszáj, mint osztrák. Aztán kinyitotta az őr az Ákem szögesdrótta át meg átszőtt kapuját, és beléptem, mint a 1366-os számú fogoly. Indiáról alig szoktál beszélni. Hát nem történt ott semmi érdekes. 5 évig éltem a szögesdrótok mögött, ami tulajdonképpen a túlélésről szólt. Vagyis, hogy lesz-e mit enni aznap. Hogy? Fizetni kellett az ételért. És ezt hogy oldottad meg? Megdolgoztam érte. Segítségemre volt a gyerekkor, amikor még csúzlival jártam az erdőt. Minden, amit akkor tanultam, most hasznomra vált. De most nem galambokra lőttem a csúzlival, hanem kígyókra. A bőrükkel kereskedtem. Csak a vége felé nevezett ki a parancsnok házi természettudósává, és ekkor fegyvert is adott, hogy nekivadásszak. Aztán, hála Istennek, kitört a béke, és hazajöttem. Decemberben érkeztem trópusi ruhába. Egy ócska angol katona köpeny volt a téli kabátom, és nem volt hol laknom.
Végül Tőri Viktor barátom, maga is tudományos kutató és vadász, megtalált. Első kérdés az volt, hogy hol lakom. És amikor meghallotta, hogy az emkébe úsztam meg magam, minden pillanatban attól tartva, hogy egyszer csak kisöpörnek onnan, azonnal meghívott saját lakásába. Csak semmi ellenvetés. Na, hát akkor ezt meg is beszéltük. Aztán mi híreket tudsz? Én élek, másról nem sokat tudok. Akkor nem hallottad? Ödön meghalt. Kovács Ödön, az ornitológus. Úgy tudom, leveleztél vele. Még a háború előtt. Pár nappal ezelőtt Nagymarosról írt nekem a húga Lívia. Szeretnék kideríteni a bátya halálának körülményeit. Mit szólnál hozzá, ha meglátogatnánk? A haláláról semmit sem tudok. Ő Afrikában volt, én meg Indiában. Akkor mesélj neki arról, hogy hogy ismerkedtetek meg. Biztos vagyok benne, hogy minden emléknek örülne. Nincs nekem ruhám vendégeskedéshez. Kálmán, én sem húzok frakkot Nagymarosra. Nincs appelláta. Jössz és kész. Ha jól tudom, Ödön utolsó levelét 15. december 24-én küldte el Addisból. Még a levélpapír is kölcsönbe volt. Csak így a végén tömören odaírta, hogy pénzt kér. Aztán 4 évig nem hallottunk róla. Most tudtuk meg, hogy meghalt, és ott nyugszik a Kék és Fehér Nílus között. Hozok még teát. Szegény Lívia. Próbálja kideríteni, hogy mibe halt bele a bátyja, de gyanítom, hogy sosem fogjuk megtudni. Malária. Fekete vízláz, spanyol nátha, kígyómarás, vagy épp egyedig még nem is ismert kór. Elhalálozás szempontjából Afrika a végtelen lehetőségek hazája. És maga hol lakik most? Ágyra járó vagyok. Nézze, talán tolakodásnak tűnik, de lakjon itt nyugodtan. A ház Ödöné volt, és biztosan szívesen felajánlaná magának. Olyan nehezen fogadtam el bármit is. Az élet nem szoktatott hozzá, hogy kapjak. Majd egy évig ingáztam Budapest és Nagymaros között, mielőtt végleg oda költöztem, és nagy elhatározásra jutottam. Kálmán, ünneplünk valamit? Remélem. Mármint remélhetem? Igen, vagyis azt hiszem. Csak azt hiszi. Hát, ha tudnám, hogy miről beszélünk. Hát arról, hogy hozzám jön. Mármint feleségnek. Úgy megijedt szegény, rögtön igent mondott. Később elárult, hogy attól félt. Tán a ház is összedől, vagy a csokor robban szét, ha netán nemmel válaszol. Na és mitől féltél jobban? Az oroszlántól, vagy a házasságtól? Ha elmondod Líviának, amit most neked mondok, búcsút mondhatsz a könyvednek. Hát nem az oroszlántól. Különben álmomba féltem igazán. Aki azt mondja magáról, hogy nem ismeri a félelmet, bizonyosan hazudik. Szeretném én látni azt az embert, akinek nem citerázik a térde, egy támadó elefántbika láttán. Érdekes.
álmomba. Mindig féltem. Furcsa jószág a félelem. Ha kerülöd, melléd szegődik. Ha be akarod fogadni, odébb áll. Én annyit rugdaltam el magamtól, hogy teljesen beletelepedett az álmaimba. Ott kísért. Így aztán most utólag döbbenek rá, mitől is kellett volna félnem egykoron. És nem is szeretnél még egyszer oroszlánra vadászni? Tudod, lőttem én már egy perc alatt három oroszlánt. Másfél óra alatt két elefántot, meg egy orszarvút, hogyha nem is voltam szép asszony kocsisa, ahogy a mondás tartja. Mégsem voltak azok olyan vörösbetűs vadásznapok akkor, mint ez a mostani. Tudod miért? Mert minden viszonylagos ezen a világon. Miután lett lakásom, 1920-ban lett munkám is. Váratlanul felkértek, hogy legyek a Nimród Vadász magazin főszerkesztője, amit én örömmel elvállaltam. Amikor átvettem a lapot, az alábbi beköszöntőt írtam. Ha viszonyaink megjavulnak, a papírinség és más nyomorúságunk részben is megszűnik, úgy minden erőmmel azon leszek, hogy lapunk a külföld első vadászújságjaival is fölvegye a versenyt. Nagyon kérem lapunk tisztelt olvasóinak szíves támogatását, hogy a magyar vadászat ügyét minél erőteljesebben előre vihessük. Vadászüdvözlettel, Kittenberger Kálmán. Huszonnyolc évig szerkesztettem ezt az újságot. Aztán mind valami keretben, szeptemberbe jött ki az utolsó szám, ugyanúgy, mint az első. Amit vállaltál, teljesítetted. A Nimródból valóban nemzetközi hírű lap lett. Aztán látod, ugyanúgy fejeződött be, ahogy elkezdődött. Papírhiánnyal, nyomdai problémák, kellős közepén. Egészségünkre. Egészségedre. És nem vágytál aztán vissza Afrikába? Hát hogy az ördögbe ne vágytam volna vissza? Egy egész kis állatkertet hagytam ott, 300 állattal. Tőrit is sikerült rábeszélnem egy expedícióra. És mi történt? Oroszlánnal, kapferbibajjal, elefánttal szemben sikerült felülkerekednem. De a lovak azok legyőztek. A lóverseny elvitte az utazásra félretett pénzetet? A háború után nem volt könnyű talpra állnia ennek az országnak. Expedícióra pénzt szerezni éveken át lehetetlenség volt. Csak 1925-ben sikerült újra eljutnom Afrikába. Horthy Enőt, a kormányzó testvérét és fiát, az ifjabb Horthy Istvánt kísértem vadászatra. Akkorra Afrika egész állatvilága a negyedére csappant. És valami búcsúzó szomorúság van abban, hogy az emberi haladást nem lehet elképzelni gyilkos következményei nélkül. Mert sajnos a legkártékonyabb faj ezen a bolygón az ember. De ezt soha nem fogja belátni. Ugandába és Kongóba mentünk. A vadászat mellett újabb gyűjteménnyel gyarapodott a Nemzeti Múzeum is. Az évek során
sokféle becenevet kaptam. Vana Endege, vagyis Madár úr, így hívtak, mert madarakat gyűjtöttem. Aztán voltam Kofiabája, rossz kalap. A nemes kalapom miatt, ami egyszer a szemembre csúszott és megakadályozott a lövésbe. De ezen az utolsó utamon meghallottam, hogy a benszülöttek Bánabzének neveznek, ami öreg urat jelent. Eleinte azt hittem, egy állatról beszélnek, mert gyakran az idősebb hímoroszlára alkalmazták ezt a jelzőt, de aztán rá kellett jönnöm, hogy engem hívnak így maguk között. Akkor végleg hátat fordítottam Afrikának. Emiatt? Csak emiatt? Hogy így hívtak a benszülöttek? Nem amiatt, hogy így hívtak, hanem amiatt, hogy igazuk volt. Ne vitatkozz vele, István, ismered. Ha nem volna ilyen önfejű Afrika után, sikerült volna az igazi nagy álma. Az állatkert? Bizony. Nem kaptam meg az igazgatói állást. Mert olyan csökönyös vagy, mint egy összvér. Megkaptad volna, hogyha nem ragaszkodsz az egyöntetű véleményhez. Egyetlen egy ellenszavazat volt, be se adta a pályázat. És mi volt az ellenszavazat oka? Nem volt meg hozzá a végzettségem. Neked? Neked. Az állatok nagy tudósára. És mivel rájöttem, hogy nem lehet állatkertem, elhatároztam, hogy nyestet és nyusztot fogok tenyészteni. Nyestet korábban rengeteget lőttem, de aztán rádöbbentem, hogy nem olyan kártékony, mint ahogy azt sokan állítják. Szelíd nyesseim rengeteg örömet szereztek nekem. Emellett már csak a magam kedvére vadászgattam a kutyáimmal itt a környéken. Ebb a vadász kutya nélkül. Az örök sampion. A világ legokosabb kutyája. Ez így van. Életemben nem láttam ennél okosabb kutyát. Egyszer a nógrádi határban vadásztak. Hely a kutyafa helyet. A pihenőhelyen hagytam a késemet. Majd én visszamegyek érte Kálmán bácsi. Bácsi! Szikra! Keresd! És soha nem is lett ilyen kutyám többé. Az egyik fiát, Szikrafit, sokat nevelgettem, de az az apja nyomába se ért. Bolond kutya volt. Ahogy aztán az egész világ megbolondult körülöttem, mert újra jött a háború. Mindennél fontosabbá vált a származás. Nyilatkoznom kellett, hogy nevem ellenére nem német vagyok, hanem magyar. Bevonultattak volna a Wehrmachtba. Na mégiscsak igaza volt Bugarin Horvátnak, hogy jobb lett volna, ha magyar ital? Nem akartam én katona lenni, se kis, se nagy betűvel. A végén be kellett adnom a puskáimat. Még azt a Mausert is, amivel az oroszlán támadásnál védtem magam, és már csak emlékként őriztem. Pedig mindent megtettem, hogy megmentsem, még a csövét is betöltem. Aztán betelefonáltam a Nemzeti Múzeumba, hogy vegyék át, hiszen amúgy is úgy terveztem, rájuk testálom. Merev elutasításba volt részem. Na,
ígyunk arra, hogy az a régi rossz világ nem jön vissza többé. Ez a világ se jobb. És nincs jó érzésem a jövővel kapcsolatban se. Sokat vesztettünk, te talán még többet, mint én. De egy dolog mind a kettőnknek megmarad. A vadászat. Az erdő, a természet. Tulajdonképpen vadászok nélkül már nem nagyon lehetne megmenteni a természet rendjét. Ezt sokan nem tudják. Hogy a vadász gondozza a vadat, aztán mikor eljön az idő, akkor elejti. Vagy nem ejti el, mert nem viszi rá a lélek. Jó lett. Mint az anyatej. Nézzük. Nem is érezni. Igen, akkor öbb is le egy kis borral. Jó, jó, ez az. Na figyelj ide. Ha ezentúl úgy eszed a halászlét, ahogy én, megírhatod a könyvet. Tessék. Na, mondjuk így, ennyi elég. Hármat? Elég egy kanál. Na, akkor jó étvágyat. Jó étvágyat. Jó. Kívánok. Mi van? Mi van, gyerekek? Kálmán bácsi, találtuk egy baglyot. Meg lehet menteni? Persze, hogy meg, hát ez egy kis kuvik. Ó, hát hogy ne lehetne megmenteni, majd felerősítem, aztán elvihetitek. De mi nem szeretnénk elvinni, Kánon bácsinál lesz a legjobb. Na jól van, akkor én majd fölnevellek. Mi meg akkor jöttök látogatóba, amikor akartok. Úgy, jó lesz ez így? Igen, köszönjük, Kánon bácsi. Jó van. Maradhatunk még? Tetszik mesélni? Hát, miről meséljek? A madarakról! A madarakról! A madarakról! Na jó van! Na, azt tudjátok-e, hogy a mészkalap madár honnan kapta a nevét? Nem. Na, majd akkor én megmondom. Mert ez a madár segít az embereknek az erdőbe megtalálni a mézet. Ez egy ilyen csacsogó madár. Csacsog, csacsog, és egyik fáról a másikra száll, aztán a harmadikra, aztán a negyedikre, és egyszer csak megáll, de csacsog tovább. És az emberek, a benszülöttek, tudják, hogy akkor itt valahol méznek kell lenni a környéken. Thank you.
Mm-hmm.